Nincs itt egy ilyen pokróc, mint a kávézókba szoktak adni, mert nagyon jön a húzat. Hát ez borzasztó, komolyan. Vagy egy villanymelegítő. Az is jó. Magyar. Kérdeztem Győri, hogy fölvegyem az a kómat. Nem kéne a művész úr zakóját behozni? Házik a nagypapa, szeretlek. Hozzatok zakóját. Köszönjük szépen, egy pillanat türelmüket kérjük szépen, addig nem tudom, bontsák ki a Robis izét, mert hogy... Köszönöm szépen. Mert a Robi fázik. Kellett volna ilyen derékmelegítő, vagy ilyesmi. De arról volt szó, hogy Zakó, miért a plédet hoztál? Jó estét! Köszönöm szépen. Múlt heti műsorunkban egy vezető napilap írása alapján a Gyermekrák Alapítvány is szóba került, amelyről Farkasházi Tivadar úgy beszélt, hogy gyanúsnak találja az alapítvány működését, illetve elszámolását. Hozzátette, hogy az emberek olyan alapítványoknak kellene, hogy adják adójuk 1%-át, amelyek pontosan elszámolnak. Balogh István, a Gyermekrák Alapítvány elnöke két faxot is küldött, az elsőben ezt írta, idézem: félő, hogy az elhangzott műsor, illetve a megjelent cikk miatt csökken a felajánlások összege, abban az esetben viszont a különbözetett kártérítési per útján leszünk kénytelenek önökkel szemben érvényesíteni. Ez világos beszéd, csak mondjuk nehezen értelmezhető. Balogh István, az alapítvány elnöke második faxában egy meglehetősen terjedelmes szöveget kért felolvasni, amelynek lényege a következő. Kérünk bocsánatot a Gyermekrák Alapítvány elnökétől és valamennyi munkatársától, mert idézem, egy hét elteltével megbizonyosodtunk róla, hogy Farkasházi úr tévesen ítélte meg az alapítvány működését. Majd így zárja sorait, kérjük a televízió nézőit, ők is nézzék el Farkasházi úr tévedését, és továbbra is azonosuljanak a Gyermekrák Alapítvány célkitűzéseivel. Egy instrukciót is kaptunk az alapítvány elnökétől, idézem, Farkasházi Tivadar távolléte miatt felolvassa Jáksó László. Végül Farkasházi Tivadar távolléte miatt Farkasházi Tivadar levelet küldött, amelyet szintén felolvas Jáksó László. Legutóbbi adásunkban azt állítottam, hogy a Gyermekrák Alapítvány nem számol el a pénzével. Ez nem felel meg a valóságnak, ezért elnézést kérek. Azt azonban továbbra is állítom, hogy a pénz gyűjtésében jóval szorgalmasabbak, mint az éves elszámolások közzétételében és részletes indoklásában, hogy mire is költötték és mire raktak félre több mint 500 000 000 forintot. Ezekkel jóval nehezebb találkozni, mint adománykérő hirdetéseikkel. Legalábbis nekem nem igen sikerült, ezért kezelem némi gyanakvással a működésüket. Akinek sikerült, vagy akiket ez nem zavar, azok semmiképpen se vegyék figyelembe az általam elmondottakat. Farkasházi Tivadar. Végül egy levél Hajós Andrásnak. Drága András. A pillanat, a drága nem elírás? Elég drága nekünk, hogy itt van. Igen. Láttam a múlt héten, hogy rossz kedve volt, szinte meg sem szólalt. Elképzeltem egy párbeszédet ön és barátja közt. Már ez is ír, te jön. Igen. A barátja: András, olyan rossz kedvű vagy ma, ne menj el a heti hetesre. Hajós: miért nem mennék? Legalább benne leszek a tévében. És aki szintén benne van, Bajor Imre. Gábor János. Hernádi Judit. Alföldi Robert, Hajós András, Stern András. Várjál! Szerinted megy egy ember az utcán, akkor jön szembe egy másik? Mert, na most ki, aki meg tudja mondani, akár a nézők közül, az, hoztam direkt egy másik ember, aki jönne szembe is. Mert mi, tudom, hogy ez vicc tárgya lesz, de mi mivel voltunk egy Wagner koncerten, ahol effektíve közben futballmeccs volt. Magán a koncerten, és én ott sakkoztam.
régi barátom ma, és azért kérdezem, szerintetek ki volt az a régi barát? Kasparov. Nem. Spanyol az király, királynő. Nem. Angol királynő? Nem. Kern Andris? Nem, maga a Mimi volt a... De ez nem találták. Nem ez a, de nem ez benne a poén. De ez benne a poén? Egy borzasztó régi nagybátyám, aki meghalt már, holtam volt ott, Farkasházi Ed Q. Sándor. Ő 1614-ben ment ki Rómába, én most mentem utána egy pár nappal ezelőtt, de csak a, most ezt is el tudom mondani, egyébként egy repülővel mentünk, ami fönn megy a, ott a, na hol megy? Tisztelt. Ki találja ki, hol megy? Légtér. Igen. Légtér. Csináljatok ebből valahogy egy poén. De különben nem lesz. Csak annyit még, hogy... A héten lezajlott az idei írásbeli érettségi vizsga. Az elmúlt években mindig a magyar tételek váltották ki a legnagyobb vitákat a tanárok és a diákok körében. Arató László, a Magyar Tanárok Egyesületének elnöke szerint idén az eddigi legjobb érettségi tételeket állították össze. A történelem írásbelin viszont nyomdahiba miatt összekeveredett az MSZMP 12. és 13. kongresszusa. Hát a nagy különbség nem lehet. Nem. Nyomdahiba mi? A hálózat belenyúlt már ebbe is. A diákoknak akartam muníciót adni, mert azt írja valamelyik államtitkár, vagy aki felelős volt azért, hogy kinyomtassák a tételeket, hogy hát ennyi tételnél szinte természetes, hogy becsúszik egy hiba, hogy majd amikor szóbeliznek és valamit rosszul mondanak, 1764-68, akkor ennyi számjegy, hát persze, hogy becsúszik egy kis nyomda, nem lehet ki. Mi volt a magyar Nem tudom. Mondd el, mikor érettségiztél Mucika, és hogyan. Az volt, hogy én nem mentem el érettségizni. Tudom, de akarom, hogy tudjam. Nem mentem el érettségizni, mert fölöslegesnek találtam. Azt gondoltam elő, vegyenek föl a Színi Akadémiára, meg különben marhasság. Fölvettek, és nem akartam az időmet ezzel felcsérelni, hogy érettségi. Na de akkor fölvettek, akkor utána azért kellett egy érettségi. És akkor... Vettél? Nem, akkor nem lehetett kapni. Nem lehetett kapni még, de viszont a szociális háló hihetetlen, tehát hihetetlen, hogy is mondjam, sűrű volt, nem lehetett ám leesni. Komolyan mondom, minden érettségi után volt még egy pót. De valamelyik ilyen pótba becsúsztam, és akkor, vagy így leérettségiztem. Hülye nem voltam. Tényleg nem voltam. De elmesélnéd, hogy az érettségi helyet mivel foglalatoskodtál? Felvételiztem a főiskolát. Az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény a Igen, csak hogy nem kellett oda érettségi. Így van. Aha. Hát mert egy képességfelvételi volt. Igen, és állítólag. Nem mentem el, én nem abúztam ezzel az időmet, azt mondtam nekem, annyira fontos, hogy fölvegyenek, vacakolok érettségét, majd utána. Juci, mi? Én felvételiztem és le is érettségiztem. Azt te voltál, de én másképp gondoltam a világot már. Értelek, jön. Így gondoltam, hogy végül is az ember 4 év gimnáziumi időszak alatt folyamatosan, ha úgy tetszik, érettségizik, nem? Hiszen mindig feleltetik, mindig egy témából számot kell adni, hogy mi az, amit erről tud. Tehát az, hogy most mit tudom én, kihúzok egy, vagy van egy tédő babicsol, azt nem tudom, ilyen 2 év alatt csomószor megtette, nem? Tehát, hogy miért kell olyan rossz helyzetbe hozni? Dehogy nem. Mert az mondjuk témazáron volt, éves anyagod volt, az érettségi meg arról szólt, hogy 4 évig valóban tanultál, vagy csak úgy csináltál, mintha. De hát mindenki úgy csinált, mintha... Én nem. De jó tanulod? Ciki, de igen. Akkor is? Neves meg! Nem, az nem. Jó, nem, a Tótyanó tanárnak üzenem, hogy tudom, matekból nem. Elnézést, matekból nem. A Guido Falvi tanárnak is üzenem, hogy megbuktam fizikából, tehát fizikából sem. De egyébként igen. Robi, mi volt az erősséged, a torna? Tuti, hogy jó tanuló volt a Robi, mert az életben tényleg nem ügyes. Tehát... Én le is tudnék most érettségizni, ha akarom. Én nem. Na jó, hát nyilván nálad van pénz.
azt meséltem nektek, hogy én érettségiztem. Te érettségiztem? Nem úgy. Nem úgy, hanem... Hát gondoltuk. Na, és úgy. Akkor ide mondom, hogy akkor érettség. Nem, de tényleg én érettségiztem földrajzból. Igen, szinte egyedül voltam, mert német tagozatos osztályba jártam, és volt egy bizonyos okom, mely szerint németből nem szerettem volna érettségizni. Hát, hogy egy hangot nem tudtam, hát nyilván az... Bajor létedre látom. És akkor mondtam, hogy... De a földrajzban, és azt a tételt húztam, hogy Kuba természeti kincsei. És akkor azt mondtam, én a tanár asszonynak, nőnek, hogy valaki, aki ott ült, hogy mondtam, Kuba természeti kincsei. Kuba, Kubában szinte minden van. Azt mondta, jó, de azért, hogy hát emeljek ki egy-két dolgot, amiből sok van. Mondom, miből ne lenne sok egy olyan országban, ahol Fidel Castro az elnök. Azt mondja a tanárnő, hoppá van. Mondom, a tanárnő tud olyat, ahol Fidel Castro az elnök, ne legyen ott sok. Azt mondta, Bajorka kettes mehet. Aktív öröm, amikor bemondják így május elején, hogy elkezdődtek ma reggel az érettségi vizsgák, és azt mondom, adjátok, de van, nekem nem kell, és az olyan jó. Gyakorlatilag ebben a korban sok olyan jó érzésünk már nincs is. Nem, én épp azt akartam mondani, képzelj el egy 18 éves, akinek reggel bemondják, elhúnyt, és ő azt mondja, aha, nekem még nem kell. Igen. Arra két szóra, hogy tragikus hirtelensége felvidul az arca. Jó emberek vagytok. Miért nem hallottál még fekete humorról? Néhány Fidelitas tag kíséretében demonstrációt tartott a Lovasberényi koalíciós tárgyalás helyszíne előtt Pelcné Gál Ildikó. Jó, nem sikerült jól kívánni. Nem, csak közben így meghaltam. Pelcné Gál Ildikó, a több biztosítós egészségügyi rendszert bírálva. Gálié Zoltán államtitkár beinvitálta a Fidesz alelnökét, hogy elmondhassa véleményét, ám Pelcné úgy vélte, nem ez a tárgyalás megfelelő módja, így nem élt a lehetőséggel. Így van, bedurcáztuk. Nem, mert azt nyilatkoztak, hogy azt mondja az ellenzék, hogy a PR fogás volt az, hogy behívták őt. Hát az mi a túró volt, hogy oda ment, ahol ebben nem hívt őt Lovasberénybe? De ez se lenne baj, csak... Ezt a Mészáros Tamás megírta egy heti lapban, aki egy színházi ember is mellesleg, hogy ez a Pelcnék Gál Ildikó, ez fölkészült egy nagy monológ, és baromira meglepődött, amikor jött egy kolléga, aki elkezdett vele egy párbeszédet, és azt már nem tudta, hogy hogy kell arra reagálni, tehát hogy kell valamire reagálni, csak mondta a monológot, és akkor jön valami hülye, azt mondja, jöjjön be. Na most, passza, most... Mert erre már semmilyen instrukciója nem volt. Mondjátok már meg, hogy ő kicsoda? Jaj, a Fidesznek valami alelnöke. Híres? Hogy híres? Hát híres, hát nem viccelj már. Tényleg, ő nő tagozatnak a tagja, vagy nem régiben. Nem, még sose hallottam. Robi, mindig arra gondolok, hogy egy... Muncikám, hát járjál színházban. Ugye valamelyik kollégánk, nem, vagy micsoda? Nem, úgy értette, hogy ő se hallott te rólad, azt akarta ő. De a Pelcné vagy a Juci? A Pelcné. Bonyolul, rosszul. Kedves Pelcné, jön a Bárkába, szeretettel várom. Süllyed? Na, végre. Juci! Barátok vagyunk ám! Juci, ha te vendég leszel a Bárkában, akármi legyek. Az az igazság, hogy már egy éve igazgató, és nem hívott meg! Nem? Pedig azt mondják, hogy
Nagyon jó a büfé a Bárkában. Teddy Isten fasítva a Bárkában. Nem jó a fasírt, Teddy, nem jó. Ne még jön, ne! Teddynek mindegy, ott is el tud egy-két pert veszíteni, semmi probléma. Minden ígéret ellenére hiába várt OEP finanszírozásra az ország legkorszerűbb gyermekmentő esetkocsijával is rendelkező Szememfénye Alapítvány. Mivel a várakozás ideje alatt is folyamatosan mentették, szállították a gyerekeket, 15 millió forintos köztartozást halmoztak fel. Júniustól ugyan ismét megindul az OEP finanszírozás, ám a felhalmozott tartozás miatt az APEC papíron lefoglalta a mentőautókat. A Szememfénye Alapítvány május végéig kapott haladékot az adósság rendezésére. És merjen az ember megszólalni ilyen alapítvány ügyben? Yes, pontosan. Én most gondoltam. Lehet, hogy nem leszek népszerű, de én azt gondolom, hogy ha jól tudom, most ilyen késlet, késedem, nem tudom, hogy hívják ezt, hogy később fizethessenek. Igen, fizethessenek. Igen. Halasztás. Ilyen halasztást kértek az APEC-től. Én azt gondolom, nem volt egyébként... egy nehéz szó, de... Tessék? Nem volt egy nehéz szó, csak de nyilván... De nehéz volt, mert én a K-vel indultam, az közben haval kellett volna. És még engem lecseszett, hogy ő rosszul indult. Hát még ilyet nem is akar. Látom memoáriai címét, a K-től a H-ig. A H-től a K-ig. Na mindegy, én azt gondolom egyébként, hogy ezek a jogszabályok, ugye azt mondják, hogy a jog az nem mindig a... Nem tudok ma beszélni. Ez nem van mindig... ez velem is. De érettségiztéte egyáltalán? Tehát azt akarom mondani, hogy ez az egész dolog szerintem, amiért létrejött, az a jogszabályok, meg a nem tudom minek az útvesztői, ami egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy éppen ez mivel foglalkozik ez a szervezet, milyen tevékenységet végzett. De azt gondolom, hogy mondjuk az APEC felé normálisan kérnek egy halasztást, nem gondolom azt, hogy az APEC olyan, hogy ezt nem fogja megadni. Hát a fene se tudja. Szerintem meg. Én meg azon gondolkozom, hogy tényleg ilyen sekélyes szókincsel, hogy rendezel? Ami azt mondja, hogy jobbra, ülj le, állj föl, menj ki, hát csak kezével tud segíteni. Le lehet rólam szállni. Azért, néni, hogy azt kell remélnünk, hogy nem fogják azt írják papíron lefoglalták. Igen, a mentőautót. Valójában ne foglalják. Azért mondom, hogy ez a jogszabály. És ez nem hiszem, hogy az APEC ez már tudja. Ez már bocsánat, parancsolj. László, nem, mégis csak te vagy a műsorvezető. Te meg örege, parancsolj. Köszönöm szépen. Miért, te hány éves vagy? 20. De nem baj, még egy pár év is csajozni fogsz. Nem, az a baj. Annyira jól lecsődöm az én káromra, ment ez a poén. És ráadásul nekem viszont az nevesik ki, hogy és igaza is van, mert ráadásul 21 évesen dugtam először, parancsolj. De és akkor művel voltál? Konkrétan? Nem, akkor kezdtem el egyedül. Igen, parancsolj. Nem tudom, hogy az alapítvány szférának nem ártunk-e, ha innen még visszamegyünk abba a témába. Na igen, igen. Azt akartam csak mondani, hogy én alapítványoknál segítő és szociális szakmában dolgozó barátaimtól azt hallom, hogy az egyik fő borzalom az, hogy miközben az Európai Uniótól, ahonnan nagyon sok pénzünk különböző ügyekre és lehet pályázni, úgy jönnek meg a pénzek, hogy el lehet nyerni mondjuk 7 millió forintot egy beadott nem tudom milyen tervre, hogy ilyen is kutatást fognak elvégezni, mely 7 millió forintot akkor utalja majd az Unió a kormánynak, és a kormány valamelyik szerve tovább, ha a 7 millió forint elköltéséről való számlát bemutatták. Tehát az alapítványok, pont akik arra jöttek létre, hogy pénzt vigyenek oda, ahol nincsen, azoknak előbb valahogy össze kell szedni. A magyar filmgyártás is így működik például. Igen, de a magyar filmgyártás, hogyha rossz egy film, abban nem halnak éhen emberek. Az alapítványok meg egy kicsit más területen dolgoznak. Tehát nem tudom, hogy ez valahogy meg kéne reformálni, csak ez is olyan szó, hogy abból baj lesz. Hadd mondjak valamit, miközben én is nagyon óvatosan megnézem, hogy melyik alapítványnak adok pénzt, vagy segítek. Szóval azért van egy csomó ember, és ne általánosítsunk, van egy csomó ember, aki tényleg semmit nem kímélve a saját élete kárára csinálja az alapítványokat, segít, abszolút önzetlenül. Tehát ne kezdjünk el általánosítani most az alapítványokat. Ki akartam jutni oda, hogy mi egy létező megoldás. Az Egyesült Államokban például, nem tudom százalékosan megmondani, de óriási százalékban önkéntes munka van. Tehát ha elbizonytalanodunk, hogy hogyan segítsünk embereken, kinek adjuk a pénzünket, ne adjuk a pénzünket, fogjuk meg akkor a pénzünket. Nagyon sokan csinálnak Magyarországon is önkéntes munkát. Tudom, hogy nagyon sokan, de ez egy módja annak,
hogy lehet úgy segíteni, oda kell menni, vajas kenyeret kenni, takarítani, nem tudom. Tehát ezer módja van a segítségnek azon kívül is, hogy pénzt utalgatunk, amit szintén kell, de ez egy biztos módszer. Olyan országban élünk, ahol még ez a dolog is olyan módon van bekoszolódva, hogy arról beszélgetünk második hete, hogy vajon lehet-e alapítványoknak fizetni, vagy nem lehet, miközben rákos gyerekekről, szegényekről, kutyákról és mindenről beszélgetünk. Hát pont ezt mondom, hát hogy hova ilyen züllöttünk, tehát hol tartunk ez ügyben. Na de hát... Hát aki gyakran jár a belvárosba, és ez a Teddy témája lenne, az fizeti a parkoló pénzét, mint a güzű. Azt olvasom, hogy ahova én befizettem eddig egy kisebb belvárost, igen, tehát amit már megvehettem volna magamnak, gyakorlatilag, hogy azzal is valami gondok vannak, és nem mondok most semmilyen nevet meg, nem tudom, mert nem szeretném, ha még ők perelnének be. Tehát akkor azt, oda jutsz, hogy mi a túlónak fizetek bárhova, bármit. Van, egy, tényleg van egy félelem, és ez rossz, valóban rossz, hogy erről beszélünk, igen, de amikor ilyen helyzet van, folyton halljuk ezt is, és csak azért kerülhet ez szó. Én például most voltam kutyás föllépésen, kutya menhelyek segítésére, kutya ügyben, és ott is valaki odajött, és azt mondta, hogy reméli, hogy ez a föllépés, ennek a bevétele, ez valóban oda megy azokhoz a kutya menhelyekhez, amelyek segíteni fognak a kutyák, mert egy másik, és rögtön elmesélt, igen, egy történetet, igen, igen, hogy valaki ugyanígy fölléptek, ugyanottan kaptak egy csomó pénzt, és elvitték egy nénihez, mely néni már meghalt akkorra, és a két lánya ott maradt a két, vagy millió kutyával, és az egyik csináltatott magának mű mellett, a másik meg vett egy Skodát a pénzből. És a kutyák meg döglenek meg. Jó, szóval nagyon itt, csúnya ország, csúnya világban. Ha már itt tartunk. Azért esik ezekről szó. Nem fogok felolvasni, kaptam egy elég hát fájdalmas levelet, természetesen állatvédelem, ami egy kicsit máshova is szól, úgyhogy lehet, hogy én is kapok majd a pofámra jövő héten, akkor nem leszek, hogy, hogy azt írja egy hölgy, aki valóban egy menhelyjel foglalkozik, hogy április 11-én ez a bizonyos soproni, nem mondom ki a nevet, állatkínzó úr másodfokon is jogerősen 10 hónapot kapott, 2 évre felfüggesztve. Tehát magyarul semmi nem történt az ügyben, hogy ő állatkínzást hajtott végre. Másrésztről pedig arról ír utána hosszan a hölgy, hogy ő szeretné azokat a kutyákat, akik valahogy mégis visszakerültek hozzá, elhozni tőle, és ezügyben kér egy állatvédelemben nagyon jártas ügyvéd segítségét, én is szívesen venném, hogyha jelentkeznek. Harmadrészt meg amiről ír, az pedig az állatrendőrség, aki néz különböző külföldi csatornákat, amik állatokkal foglalkoznak, látják, hogy ez a világ különböző pontjain hogyan működik. Nem ártana nálunk is. Egy amerikai felmérés szerint, ha a fizetésért dolgozna a háztartásbeli családanya, akkor évi mintegy 138.095 dollárt, azaz csak nem 25 millió forintot keresne azokban a munkakörökben nyújtott teljesítményéért, amelyeket feladata során elvégez, úgy mint szakácsnő, óvónő, pszichológus, bejárónő, és így ez tovább. Így is van, mi benéztünk a Hernádi Jutkával egy Podmanicki utcai lakásba, és a következő beszélgetést fogtuk el. Na mi van? Mi volt még, gyerek? Hát úgy néz ki, hogy jó lett a magyar érettségi. Még no, nincs itthon, hát no, végül is én készítettem föl. Tudom, ugye? Tudom, igen, igen. Ez volt ugye 17 korrepetíció plusz kötelező olvasmány, és 41 ugye beszélgetés a tavalyival, az 36.500. Mondom is sok. Na, de várjál, plusz 40.000, úgyhogy azzal együtt... Az 76.500. Na, jó. Jó volt a vacsi, de... Jó, jó, drágám, és akkor fizetnék is akkor. Jó, de ez egy csak. Nem, nem, rohanok, volt akkor ez a húsleves. Igen, kell káposzta, fasi, 2 fasit volt? 3. 3 fasi kenyér volt? Nem, nem, csak ez a pohársony. Pohás, sőt, 1670. 1008 bokér. Jó, de... Na mi van? Rohansz, lemegyek a Sanyékkal, tudod, megbeszéltem, hogy a ma folytunk kocsmába. Jó, azt mondtad, hogy ma este itthon lesz. De tudod, hogy nem jön a sport, meg ma Chelsea meccs lesz, és nem, de nem jön, tudom. De jön, mert nem megjavítottam, ki volt esve egy kábel, az IC-t beforrasztottam, és ez plusz kiszállási díja összesen 7500 kiló.
Milyen kiszállási díj, szívecske? Te itt laksz, nem? Hát igen, de a piacról kellett kiszállnom ide. Ja. A metróból kellett kiszállnom, hogy te kell káposzta főzeléket, te esett kiszállásá, persze. Jó, akkor adjál még egy unikumot és még egy sört. Jó, 870 lesz az nekem. A túróba. Na most mi van? Semmi, csak átestem egy porszívón. Jaj, élet, bocs, de nagy takarítás is volt tényleg, hát lemostam az ablakokat is, egész nap nem volt megállásom. Te mostad le az ablakokat? Hát, miért te? Na. Jó, és akkor mennyi? Hát 850 az órabérem, szívecske. Hát voltam tisztő 6-ig, legyen 7000. 850 az órabéred? Édesem, neked fogalmat sincs az árakról. És anyádnál is voltam, még tegnap délután Lonyai utca, oda-vissza. Beadtam a gyógyszert, megnyugtattam, ott ápolónő is vagyok, meg pszichológus. Az annyi, mint 4650. Mi a 650? Hát sütit is vittem neki. Isten, verje már meg, akkor adjál még egy unikumot. Akkor itt. 430. 5-ből kérek. Az 1 és 5, tessék. Igen. 2000-es kaptam? Igen. Lefekszünk. 20 000. Kérdem én, hogy mi van azokkal az apákkal, akik annak ellenére, hogy vérverítékes munkával keresik a pénzt, köszönöm, otthon a gyerekekkel foglalkoznak, hát jó, mondjuk bottal megpiszkálják őket, de hát ugye maguk szintjén, meg adnak neki enni, igaz, hogy azt, ami maradt tegnapról, de... Meg a nő fizet. Nem? Hát valahogy... És erről én tudnék mesélni. Arról nem is beszél, hogy ott ülni egy koszos, levegőtlen, poros, szemét, mocskos pabban, ahol vizezik a pálinkát, gusztustalan. Szóval, hogy mit érez az ember szinte nap, mint nap, hogy azért nem jár semmi, azért. De azért már arról nem is beszél, hogy az ember gyereke is nyilván ott van vele. Ugye ez generációs probléma. És? Nem beszélve azoknak, akiknek pipaszárlábuk ellenére fotbalozni kell úgy, hogy más apukák röhögnek rajtuk. Én csak hallomásból tudok ilyet. Arra, hogy te nagyon helyesen focizol a fiaddal ott a parkban. Hát ezt te hol láttad? Kétszer láttam. Megállt az egész utca és néztem. Mennyi lett a Chelsea áll? Nem tudja? Nem volt állott eddig? Nem, mert a Mimi nem akart jönni. Volt jegyünk, de nem tudtunk kijutni, mert kellett venni egy kockás cipőt neki. Érdekes. Én tudok egy csomó olyan mondatot mondani, amiben egyáltalán nincs elbetű. Ő miért nem így beszél? Most egy kis tünet következik, és utána folytatjuk a beszélgetést. Több tízezer szerződést hagyott hátra az Ilferro Kft. Volt budapesti telephelyének udvarán, miután kiürítette az irodáit. A szerződéseken az ügyfelek személyes adatai, bankszámlaszámok, személyi igazolványok is van, igazolványszámok is vannak. A cég szerint ezek nem az ő irataik. Hát ez igaz is, mert ezek az ügyfelek iratai, tehát ez... Magyarországon mindig, minden hónapban van egy olyan történet, ami arról szól, hogy gyakorlatilag oda mennek emberekhez, ilyen látványosan bizalomgerjesztő, láncos, tetovált emberek, és azt mondják neki, hogy nézze uram, mi veszünk önnek egy lakást. Komolyan? Igen. Na, mi cégünknek ez így megéri. Tessék nekünk most 20 000 forintot adni, itt aláírjuk, és a jövő hónapban veszünk önnek 300 millióért, vagy ha nem ott szeretne. Nem pasaréti villát szeretne, természetesen tudunk önnek gödöllőni is egy kis lakóparkban. És az emberek ezeket mindig rendre elhiszik, az olyan ajánlatokat, amiről az első pillanatban virít, hogy szemenszedett csalók fogják őket kiforgatni. Ez egyrészt igaz, másrészt pedig én azt gondolom, hogy amikor ezekből az ügyekből évekig nincs semmi, nincs ítélet, nincs bűnös, és miközben te valami rendetlenséget, vagy elfelejtesz valamit befizetni, bejelenteni, rosszul írod, nem tudom mi, azonnal mindenki jön, szól, ez nincs arányban. Mert nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből az ügyből például mikor lesz ebből valami olyasmi, hogy valakinek azt mondja, hogy ne haragudjon barátom, nagyon jó volt az ötlet,
nem sikerült, legyen szíves pár évre egy bizonyos intézménybe bevonulni. Én miért bírok egy ilyet kitalálni? Hát te vagy a Bárkaszínház igazgató, az is egy képtelenség. Hát azért... Ez egy picit olyan, mint a repülős játék, nem? Ez picit olyan, csak nem egészen olyan. Hát én hogy szeretnék már elszállni. Vigyelj a másra, meg azt gondolom, hogy egy csomó... Tehát érdekes lenne mondjuk azt megnézni, hogy ebben az ügyben akik érintettek, vagy akik károsultak, azok milyen anyagi körülmények között élnek. Mert én azt gondolom, hogy azok az emberek hiszik el az ilyesmit, akik már olyan, nem azt mondom, hogy véghelyzetben vannak, de reménytelen kétségbeesésben vannak, hogy megpróbálnak valamiben még kapaszkodni, de lehet, hogy ebben hát így tévedek. Hát amikor a saját autódra raksz rá matricát, tehát olyan véghelyzet nem lehet. Hát figyelj, de azt hát elhinni, azt elhinni ne arra, hogy egy autóra ráraksz egy matricát, és attól, hogy a matricát ráraktad, attól neked kifizeti az autót, az a cég, amilyen matrica van, és ez nem tűnik neki föl, hogy ennyit nem lehet, tehát ennyi hirdetés nem lehet. Akkor elmesélem azt a történetet, hogy azóta van minden mikrohullámos sütő dobozán egy macska vagy egy kutya, ami át van húzva. Jó, értem. Hogy ne, azt mondta, ne, mondja, Amerikában berakta a cicáját a néni, a mikrohullámúba, az szegény nem bírta ki, beperelte a céget, megnyerte, és azóta van az, hogy de át van húzva. De azért hülyeség, mert például a porszívóra ilyen nincs rátéve. És nem? Van, aki... Be is perelem a porszívó téged! Hogy nem lehet kalitkába porszívózni. Most bocsánat, én nekem is lenne egy kérdésem. Te most ne kérdezz, mert elmondom. Én a porszívók nevében kérdezem. Nekem van egy kérdésem, csak most a macska kapcsán. Nekünk van otthon egy csirkénk. Konkrétan szétszettük. Na jó, de pucolva. Szétszettük, pucolva. És ilyen pirosas lébe van darabokban. Most azt én nem rakhatom be a mikróba? Te olyan rajzot látsz, hogy egy macska itt darabokban van áthúzva? Azt paprikás csirkének hívják. Nincs ez rendesen szabályozva valószínűleg. Egyébként mi odáig mentünk el otthon, nálunk a nokedli is át van húzva, így van. Mi odáig mentünk el, hogy valamelyik hajnalban hazamentem, és én voltam áthúzva. Igen, nem jössz be. Én azt a halvány dolgot akartam volna megkockáztatni, hogy egy idő után, mint minden, ezek a mikrosütők is Kínából fognak jönni. Hát ott hogy lehetne egy kutya áthúzva? Eszik a kutyát ez Kínába. Ez most előítélet. Nem, ti... Rasszista megnyilvánulás. Kínaiak nem eszik. Tényleg, múltkor leúrogta, hogy Vietnamban nem eszik, megkérdeztem, de eszik. Nem eszik. De eszik, egész nap. Akadjon a torkukat. Ne akadjon, állítólag finom. Tegye fel a kezét, aki szerint eszik. Na, ugye? Szignifikáns, eszik. De miért van az, hogy én itt egyedül maradok az állatokkal? De te megőrültél. Nem maradsz egyedül. Éppen, hogy mi védjük őket. Egyedül. Hát mi magunk sajnáljuk a legjobban, de vannak olyan országok, ahol azt, mint jó, mi a csirkét, ők megeszik a kutya. Különben is az én lakásomban, náluk volt kutya a lakásunkban, tudd meg. Szeretném elmondani, mert mindenki komolyan, nagyon jó, mert ezt nagyon szeretném elmondani, mert nagyon sokan kérdezik, hogy a hajós tényleg ennyire utálja az állatokat. És szeretném elmesélni, hogy sétáltunk Pankával, ahol szoktunk. Találkoztunk Andrissal. De hogy? És Andris azt mondta... Négy kézlába. Ja. Igen. Szép történetű, maradjatok! Fényes nappal volt. Tök józan volt. És azt mondta, hogy nem jöttök föl egy kávéra. Erre mondtam, de velem van a Panka. Azt mondta Andris, nem baj. Felmentünk a Pankával, és ezt csak azt mondta a Pankának, az András a lakása kellős közepének, te vagy az első kutya, aki ide betette a lábát. És amikor elmentek, akkor azt mondtam, és ez volt az út. Mindegy,
jelentéseket a 21-43-59-es számú ügyére, Sárbogárdi út 49. Ajajajajaj. Mebor. Kész. De ilyen menetrendszer. András megy haza. Próbálok jobb képet festeni, mint amit magadról festesz, és akkor rögtön belekoszol. Próbáljál jobb képet festeni, ne róla. Azt mondta, szereti a kutyát, és nagyot nyelt. De hadd kérdezem, hogy szeretett hasább burgonyában? Nem! Borgasztó! Ő nem látta, hogy menjenetek el társas utazással kannibálokhoz, oda! Elütettem az erkélyen, és beled. Akkor mondtam, hogy bemegyek, csinálok egy kávét, addig a pankát becsalogattam, és beleültettem lábosokba, hogy menjen. Annyira gyáva! Elmondom, mit csinál, kiültünk a teraszára, vagy az erkélyedre, és ott ilyen rácsok vannak, és ilyeneket mondott át, amikor az olyan, hogy nem fog kiesni, ugye nem fog kibújni és kiesni, ugye nem fog, és mondom, hogy a kutya okos, nem mászik ki. Miről beszélsz, hogy lábosokba ültetni? Bocsánat, a kutyát kérdeztem rólad, olyan állapotban voltál. Tudod mit, egy szar volt a kávét, kész. Amikor itt két állatbarát összejött. Emberi csontokat és robbanó szerkezetek, nem, robbanó szereket találtak egy bőrönben a Tomcatre törő rendőrök, akit harmad magával őrizetbe vettek, már mint Tomcatet. A ház egyik lakója a liftben hallott egy telefonbeszélgetést, ami robbantásokat helyezett kilátásba, ő szólt a rendőrségnek. A liftben van térerő, vagy hogy van ez? Van olyan lift. De hát ez egy bravúros nyomozás volt, mert ha egy lakó nem szól be a rendőrségnek, akkor a büdös életben nem jönnek rá. De nem maga, ez aki telefonált, az is elég nagy fasz lehetett azért. Miért? Nem a lift mellett ment el, benne állt valaki. Szóval képzeld el, hogy mondjuk én állok egy liftben, itt áll mellettem valaki, és hatodikról jövünk le, akkor nem fogom azt mondani, hogy te, igen, hatodikán lesz a gyilkosság, igen. Podmanicki utca 27, 3. emelet 2, 6. 4-kor öljük meg az öreg asszony. Bocsánat, ne hagyd. Földszintre, igen, igen. 6. Igen, igen. Nem kell előre szólni a rendőröknek, te állat. Hát ez titkos. Bocsánat. Persze, szevasz, akkor ott találkozunk. Hozzad a pisztolyt. Hát nézd, így megbeszélni, így meg. Én nem egy hülye vagy? De nem úgy állt vagy mellette, benn állt a liftbe, és nem vette észre, hogy más kihallgatta. Ez ki az Úristen? Ki? Tomcat. Tomcat-e, mi van? És Macska Tamás. Polgár Tamás. Ez ki? Polgár Tamás névre hallgat. De ki ez? Ezt mi mindig ismertem. Érdekes, a Tom és Jerry-t tudod, mi? Tudom. Na. A perc még állindikot se tudtad, a Tomcat, te tájékozatlanul jössz ide? De ki ez a Tomcat? De hadd ezt kihagyazás vagy neked. Is, de hát erről úgy beszélnek, hogy ezt illik. De mondjátok már meg, hogy ez ki? Én nem tudom, hogy ki. De engem ezzel békén. De ugyan egyik őtök se tud, és úgy beszél róla, mint tud. De nem igaz, valami jobboldali gyerek, aki folyton ilyen botrányokat csinál. Azért olyan nagyon mi se tudjuk. Ez aki Svájcból hazajött a Sámán Botos. Nem, nem, jaj! Az egy másik nemzeti hőség. A Grünbergeréknek a kisöccse, az Andris, az jött haza Svájcból. Ez a Petőfi és a Kumbéla között helyezkedik el. Na, ennyit tudok. És miért hívják angolul? Mert van neki neve, de az... Internetes bloggerként tűnt fel, szélsőséges nézeteit a világhálón publikálta. De miért angol néven? Azért, mert magyar. Azért, mert ezt ismeri, hogy hívnak... Mert igaz magyar. De mert ismeri azt, hogy hívnak Tom. Hát apádat nem Tom. Az interneten mindenkinek angolos neve van, mert az jobb fejebb. Ott is Alföldi Robert. Még a mély magyaroknak is angolos neve kell, hogy legyen az interneten. Az emberi csontok nem is zavarnak téged, mi? Azt kérem, hogy tessék szesen... De zavar, de hát ha emberi csont van bárkinél... Hát ez olyan természetes. Hát ez, miért az ember a nagyanyja, bárki lehet. Nekem van otthon koponyám. A bácsik, a Bridges... Sőt, itt is van egy koponyám. Ezen nem menjünk most túl. Kinek a koponyája van? Nem mondd, hogy hajj szegény Jóriké. Sajnos nem. Szegény Jurik. De mi igazi behóvett emberi koponyád van? Nem tudjuk pontosan, hogy ki éde van egy gyakorlat. Van olyan kop,
kuponja, ami most éppen hiányzik. Úgy néz ki ez. De az lehetett, hogy nem lehet semmit mondani, mert az ember mindig belekeveredik minden mondatával valamiben. Ez a magyar életet tartja. Csóri Sándor, a márciusi karta megszövegezője, a 19-es proletár diktatúrához hasonlítja a kormány dúlását. A leveléhez csatlakozók, azaz a virtuális szellemi felsőház tagjai között pár kivételtől eltekintve csak olyan értelmiségieket találunk, akik többször hitet tettek már a jobb oldal mellett. Csórinak ez a 6. kiáltványa, amelyeket újabb és újabb mozgalmak létrehozása érdekében fogalmazott meg. Hány mozgalom sikerült? Hát pontosan, mert a Csóri egy jó költő volt. Tehát annak idején voltak ilyen szavaló versenyek, amikorunkban át a Csóri Sándor nélkül gyönyörű versei voltak, és találtunk is egyet, mert a Csórinak az emlékezetével baj lehet, hogyha ugye ezt a mostani demokráciát ő diktatúrának tartja, akkor gondolom, akkor, amikor a diktatúra volt, az demokráciának tartotta. Egy nagyon szép ez. Csóri Sándor, aranyos madaram. Rákosi elvtársnak szállj az ablakába. S illendően szépen kocogtass be nála. Mondd meg neki, mondd meg, de ne panaszlóan, hogy betegen fekszem, azért nem hall rólam. Mondd meg neki, mondd meg, hogyha felépülök, tüstént felkeresem, és a színe előtt teszek hitet rája, én leszek a leghűbb ifjú katonája. Ezt nem hallott ki, hogy gúnyosan írta? De hogy... Abban a rohadt Rákosi féle demokráciában, hogy oda mondott egy nagyot. Na, de gúnyosan írta gúnyos ezt. Volt. És olyan, te nem hallottál, hogy valaki rájön valamire? Egy darabig azt hiszi, hogy igen, de aztán meg rájön, hogy nem? Hogy Saulusból Paulusszá válik? Meg na, ilyesmi. Saulus egyszer vált Paulusszá, és nem ötször. Olyan, hogy a Paulusból valaki Saulusszá válik, és rohannia kell, hogy ne hallottam. Igen, de azért ez borzasztó. Tényleg, Csórikám. Ezzel nincsen semmi baj, hogy valakik, akik hasonló filozófiát gondolnak, vagy hasonlóan gondolkoznak a világról, azok mondjuk összeállnak. Azt régen szalonnak hívták, meg mindenféle ilyen dolognak. Értem, szerintem szalonnak. Nem. Az a nőnemű változata. Miért kell az? Viszont a nőkről a jáksó. Szóval miért kell az, hogy tehát miért nem magáért a dologért, amiben hisznek, amit szeretnének képviselni, miért nem azért állnak össze? Miért kell rögtön az, hogy valami ellen álljanak össze? Az jobban összetartja a csapat. Csak ahhoz értenek, hogy nyelvileg megfogalmazzák. Nem, mindig ahhoz egyre, nem értenek. Ezt nem tudom olvastad, de stilárisan katasztrófa. Értékileg, irodalmi értékileg, miközben a Csóri valóban egy remek költő volt, irodalmi értékileg ez egy nulla. Hát kemény dolgok vannak ebben a kiáltalmában, valaki elolvasná. Én például elolvastam, azért merek így. Tényleg. Hogy is van ez? Anyámnak fáj a feje, nem iszik feketét, anyámnak fáj a feje, nem szed be porokat, szótlanabb sápadtsággal feji meg tehenét, szótlanabb sápadtsággal söpröget, mosogat. Ez Csóri Sándor. Ez a Csóri költői korszaka, igen. Ez gyönyörű. A legszebb anyáról hát írom. Hát ez gyönyörű. Nem volt ilyen szavaló versen. Csóri Sándor, Simor István, ez mindenkinek, hát aki nem tör Csóri verset, az nem is indult egy ilyenen, úgyhogy kár. Mi lenne inkább verseket írna például? Ja. Hát az valami elfogy a vénája, úgy látszik egy-két író embernek, és akkor valami, mi éppen azon gondolkodunk, hogy mibe kezdjünk. Na, a fél ország a képernyő előtt szorít, hogy Kinga és Géza szerelme végre révbe érjen. Azok kik? De ez nem ez a lényeg, hanem hogy látod már most, hogy megint van, ez is a fél ország, hogy meg na, van osztva. Hát klasszikus idéznek Alföldi Robertet, én a másik feléhez tartozom. Balog Edinát és Németh Kristófot, a Barátok közt szereplőit úton útfélen megállítják a lelkes rajongók. Pelcné Gál Ildikót nem tud, a Tomcatet nem tud, a Kingácsat, semmit nem tud. És szinte könyörögnek. Ilyen kis fölkészültsége, hogy lehet ide bekerülni? És szinte könyörögnek, hogy találjanak végre ismét egymásra. Kinga a sorozatban szakított Imivel, Géza pedig rájött, hogy mégiscsak Kingát szereti. Ez értjük. Annyira durva. Hozzá kell tennünk, hogy ez a csatorna legnépszerűbb sorozata, és mi nagyon izgulunk, hogy mi lesz. Sosem.
Figyeljetek, ne haragudj, tök bunkók vagytok, mert igenis nagyon sokan vagyunk, akiknek ez nagyon fontos, hogy tényleg, amikor hazajövünk a valahonnan, vagy iskolából... Kislányom, színészte odaján, meg, láttál már valahol? De hogy tényleg lássuk, hogy az életnek a problémáira hogyan reagálnak azok, akik hogyan reagálnak? Most figyelj, leugathatsz, de igenis ez egy nagyon-nagyon fontos sorozat, mert sokat jelent nekünk. Ez a jó bán, rossz bán? Én kérek elnézést, de aki mennyire érdekes, hogy a Robi egyetlen szavától az egész blokk kimarad. De hagyjátok ki, csak engem hagyjatok benne, hogy én... Mégis barátok közt vagyunk. De hanyadik rész már? Ti is nézzétek, csak ne tévén. Ez érdekel ez neked? Kicsit akarok javítani. Ilyenkor gondolkodni kell, nem? Gondolkodni? Igen. Miért? Hogy mit rontottam el? Undorítóak vagytok, szerintem. Mondd el, Andis, tényleg, amit én... Azért, mert ő a Bácska Színházban azt hiszi, hogy akkor... Azt hiszed, mi nem olvasunk könyveket, meg ilyeneket? Meg például milyeneket? Hát ilyeneket, olyanokat. Neked a dörmögödömön törmeg van? Vagy nem olvas ilyen magas esetleg művek. Egy kifestőkönyv? Nem, én pornót nem nézek. Hát dörmögödömet rád? Igen, hát amikor a nagy macskobúl. A dörmögödömetőben ruhában vannak a macik. Nálatok! Neki van egy fordóváltozat. A medvét, a azt mindig kivágják a mennem. Nem mondhatom, vadász, te nagyon gyanús vagy nekem. De nem saj, a hatszor mondtad. A vackornak az a roncsos lompos piszi, pisze! Az a Jucival megvan. Te mire gondolsz, Juci? Szerintem a b***sra, de ezt hagyjuk ki. És most már megmondom azt is őszintén, hogy nagyon ellenszenves, hogy a Gávölgyi művész úr, akit egyébként tisztelek, mert nagy színész, hogy a Kiszer Tündi néni valamit csinál. Hogy elegem van ebből, hogy a televíziós nagyképűség. Mi is szórakozni akarunk. És a budai kerületi bíróságon igenis jó a fasír. Lehet, hogy az IQ, vársz, lehet, hogy az IQ 40, de a merőségem 90. Lehet, hogy hülye vagyok, de okos az nem. Egyébként, Ben, nem haragszol, hogy nem tudom a neved, de tényleg benned egyébként kinek a faszát tisztelhetjük? És akkor ez meg a másik, amit már régóta el akartam mondani, hogy a Bajor művész úr is, amikor nem tudom én milyen állapotban van. Ezt vágjuk ki majd. Akkor azt hiszi, hogy elkezd csúnyán beszélni, és akkor az majd vicces lesz. Hát az. Az Országos Választási Bizottság által elutasított két aláírásgyűjtési kezdeményezést vizsgál felül az Alkotmánybíróság a napokban. Az egyik aláírási ív a következő kérdést tartalmazza. Egyetért-e ön azzal, hogy a Magyar Köztársaságban a büntető ügyekben eljáró elsőfokú bíróságok ítéletüket megelőzően a vádlott kérésére a bűnösség vagy ártatlanság kérdésében 6 természetes személyből álló esküdtszék döntését kikérje, amely döntés kötelező az ítélkező bíróra? Nem tudom, maguk egyet értene. De az a kérdés... Nem. Ez az a típus... Ja, ártatlan vagyok. Nem mondjál. Mert az Imré ettől a karaktertől jutott eszembe, de hogy... Szerelmem, az a, ez nem egy karakter. Fejtsd már meg. Az a típusú kérdés... Nem, azt kérdezi, hogy legyen-e esküdtszék, már állunk igen, is. Igen, ja, ennyi az egész.
Azért kezdődik hát, így minden. Hogy amerikai típusú jog na legyen, ott 12 van, ez kis ország, legyen 6. Legyen 6, igen. Az, az is akart valamit mondani. Ja, jó, igen, hogy állítólag, hogy volt egy bizonyos illata a kutyában. Azért kezdődik úgy, minden ilyen népszavazás, hogy egyet érte, hogy legalább egyet érte ezekből a dolgokból a szerencsétlen lakosság. Ez nem volt. Mindegy, hogy első fokon mi történik, amikor másodfokon pont az ellenkezője. Hát. De és miért másodfokon nincs esküdtszék? Hát azt nem kérdezik. Itt csak első fokon lenne esküdtszék. Az volt egy másik népszavazás. Hát olyan, hogy minden héten népszavazunk, az majd a jövő héten lesz, hogy a másodfokon is legyen. De tényleg Amerikában csak egy fok van. De az már a felső fok, ott már. Az is Fahrenheit. És mi van ezzel a csúnya globalizációval? Miről beszélsz? Na kérem, a globalizáció vége. Magyar Nemzeti Agrár Nemzetgyökér Párt nevében. Szeretném kijelenteni most már. Nemzetgyökér Párt. A globalizáció magyartalan dolog. Ugye? Mert ha nem lenne globális körbe-körbe a Földön, akkor magyar lenne. Azért globális, hogy nemzetközi. Na ebből mi nem kérünk. Egyfelől nem értjük, másfelől felmelegszünk tőle. Amúgy is rendkívül hájasak vagyunk. És az Amerika szempontjából pedig szeretném megüzenni ennek a George Bushónak, hogy óvatosabban most már, nagyon óvatosan, mert el fogjuk kapni a grabancát. Ezt akartam mondani, kérem, hogy segítsen valaki begombolni. De beszél mennyiségért tekintve a hajós átlagban akarja megoldani az elmúlt műsorral. Valamint tudok énekelni is. Ne túlozzunk. Nehéz az Árpád sávtól búcsú. Teljesen elszálltál. Én csendben is lehet. Ez szórakoztató. Hogy egy hónapig csöndben, hogy aztán ilyen jókat mondsz utána. Ez nagyon jó vagy ma. Remélem, fent a programigazgatóságon értik. Szeptember! Szeptember! Mi van vele szeptemberre? Nekem meg egy Oscar-díjas látogatom. Egy lény. Semmi. Elmondom a televíziózás recepciét. Ez egész hihetetlen, hogy körülöttünk légy, mert muslica rendben van, de hogy légy. Igen, légy. Nem bírom vagy legyen. Légy, vagy Darázs. Nem Darázs. Vagy kutya. Pedig én azt hittem, hogy a légy jó, mint halálig. Mert csak így bekapod, nem kell. Ilyen kurva nagy állam. Halló, központ, leállok. Azt hiszem, leállok. Szomorú, hogy bekicsit, jó? Ezért mondtam, hogy a szünetben ne adjatok neki alkoholt. Egy brazil sörfőzde 9 millió forintnyi kártérítést köteles fizetni egyik sörkóstolójának. Az illetőnek naponta átlagosan 20 pohárkányi, mint egy másfél liternyi sört kellett meginni a műszakonként. Mivel a férfi bő évtizednyi kóstolgatás után úgy érezte, hogy alkoholfüggő lett, beperelte munkáltatóját, mondván, a cég nem tette meg a szükséges egészségügyi óvintézkedéseket. De mondták neki, hogy nem kell lenyelni? Nem mindig azt mondom, hogy le kell. Mikor mindig? Jegyet rendelni a 061-700, nem? Akkor miért tartott föl a lököt? Biztos eltakart az erekcióját. Ide figyelj! De tudod, mert azért, mert a Lóri föltartotta a táblát, meg mint a gép, így jegyet rendelni a 061-780-t. De miért? Milyen jó volt, Teszed el! Ne legyen a szünet olyan gyorsan, mert ő szeretné, ha még lenne ez na. A műsor egy kicsit. Andris, akkor kitöltenéd a maradék 15 percet? Nem akarok egy szót se szólni, nekem az úgy tetszett.
de aztán valami itten összezavarodott, úgyhogy valaki mondjon egy nagy poént, csak akkor mondhatod ezt. Te mondd azt, hogy no! Lóri, te megint feltartottad a táblát, most mondjam, vagy nem? De az most ide nem jön jól. Fókázzál! Most ez el van rontva, most olvassál fel, hogy még hat hírt. Ez el most van egy önálló estem, egy rozmár. Felolvasom a 21-est, jó? Kérlek szépen. Hosszast is felolvasom. Sohasem mentek haza egy televízió műsor. Te tényleg miután elült a taps föltartottad? Nagyon szép befejező, hogy ami az alap, tehát hogy a műsor egy... hogy látjuk-e mi az alagút végét? Hogy az a optimista, az a mi bajod? Ezt így kell mondani, ezt ja, értünk. Tudnám folyékonyan, hogy szóval, hogy az optimista az látja az alagút végét, a pessimista csak sötétet lát, a realista az látja a közeledő mozdony lámpáit. A mozdonyvezető meg lát az alagútban három idiótát. A telefek 637-es oldala érdekes, a 7-es kukas rtl.hu az egy e-mail cím, a miénk, és az rtl.hu, előtt a www, az úgy összesen egy website, nézzék meg, tökéletes. Köszönjük a figyelmet, egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra.